Felfüggeszti az Európai Bizottság az orvosi műszerekre és felszerelésre kivetett vámokat és hozzáadott adót. Az intézkedés január 30-ára visszamenőleg hatályos és 6 hat hónapig lesz érvényben, jelentette be az Európai Bizottság elnöke. Ebből a felszerelésből nagyon sokra van szükségünk, és drága lehet, mondta Ursula von der Leyen. Ezért döntöttünk ma úgy, hogy az orvosi készülékek és felszerelések unión kívülről érkező importjára vonatkozó egyes adókat felfüggesztjük. A külföldön rekett uniós polgárok közös hazaszállításáról, az uniós együttműködést alásni törekvő dezinformációs kampányokról és az afrikai helyzetről is szó esett az uniós külügyminiszterek tanácsának videokonferenciáján. Ha nem oldjuk meg a problémát Afrikában, akkor nem oldódik meg Európában sem, mondta az Unió külügyi főképviselője Josep Borrell. Afrika helyzete különösen aggaszt minket. Afrika a szomszédunk, és a világjárvány ott nagyon hamar kikerülhet az államok ellenőrzése alól. Az Egészségügyi Világszervezet tájékoztatóján Tedros Adhanom Ghebreyesus hangsúlyozta. Nem arról van szó, hogy egyensúlyozni kell a gazdasági és az egészségügyi szempontok között. A járvány megfékezése a fontos, minden más ebből következik. Felhívjuk valamennyi országot, hogy az egészségügyi ellátást korlátozó pénzügyi akadályokat távolítsák el, mondta a WHO igazgatója. Ha az emberek nem engedhetik meg maguknak az ellátást, akkor nem csak maguknak ártanak, de a járvány kordában tartását is akadályozzák, és az egész társadalmat veszélybe sodorják. Egy hónap alatt teljesen leállt a világgazdaság, mondta a Nemzetközi Valuta igazgatója Kristalina Georgieva. Hozzátéve már 85 ország kért segítséget az IMF-től. Ezer milliárd dolláros keretünk van, és el vagyunk számva, hogy ebből annyit használjunk fel, amennyi szükséges a járvány okozta gazdasági károk kivédéséhez, mondta Kristalina Georgieva. A koronavírus világjárványnak hivatalosan is több mint 1 millió 100 ezer igazolt fertőzöttje van, a halottak száma pedig közelíti a 60 ezret.